immár 15. alkalommal tartották meg a parlament felsőházi termében a keresztény civil szervezetek országos fórumát Emberi jogok a 21. századi Magyarországon címmel. A fórum résztvevőit Harrah Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke köszöntötte. A bevezető előadást az emberi jogok helyzetének 18. század végétől napjainkig tartó alakulásáról dr. Salamon László alkotmánybíró tartotta az Emberi Jogok Bibliai Gyökereiről Maklári János, a Szapiencia Főiskola Egyházjogi Tanszékének vezetője beszélt. Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója, Vágyakból Jogok, az Emberi Jog Fundamentalizmusáról címmel tartott előadást. Napjaink egyik legégetőbb kérdését Rétvári Bence, a KDMP alelnöke járta körbe, törésvonalak az EU és hazánk között, a migránsválság kérdései címmel. Az Emberi Méltóság Központjának igazgatója Frivalski Edit előadásának a családhoz köthető jogok, genderházasság vállás volt a témája. Dr. Velkei György, a Betesda Gyermekkórház igazgatója, az élethez való jog és az abortuszmentes szülészet témáját járta körbe. Ezt követően Kócián Mária és Kölnei Lívia, a Talita Keresztény Női Magazin szerkesztőinek előadását hallgathatták meg a résztvevők a Jövő a Konzervatív Feminizmusé címmel. A záró előadás is bővelkedett izgalmas témában. A tudomány fejlődésének jegyében felvetődő bioetikai kérdéseket, például a klónozás és a háromszülős gyermekek kapcsán felmerülő dilemmákat Dr. Szebik Imre a SOTE Magatartástudományi Intézetének bioetikusa tárta a hallgatóság elé. A program megvalósítását a Barankovics Alapítvány támogatja.